Szerencsénk van, ilyen gyönyörű napos nap, ez még ilyenkor ritkaság. Egy hétig szürke, borongós, esős, majd kapunk egy kis ajándékot. Ilyenkor bizony már elkezdünk egy kicsit éledezni, mit is kellene tenni, hogy készüljünk a tavaszra. Kinn a földeken a szakemberek tudják, mi meg otthon már esetleg egy pár bazsalikon magot eldugunk a földbe, próbálunk csíráztatni, hogy minél hamarabb közelebb kerüljünk a természethez. Úgy gondoltuk, mivel az elmúlt hetekben közelebbről megismerkedhettek Déri Jánossal, a madármentővel, hogy ismét mikrofon végre kapjuk, és megkérdezzük tőle, hogy vajon náluk ilyenkor mik a legfontosabb teendők, és ők hogyan készülnek majd a tavaszra. Szeretettel köszöntöm. Én is köszöntöm a kedves nézőket. A Hortobágyi Madárkórházban most az a tavasz a télben egy uborka szezon, amikor a havak hidegek voltak az elmúlt hetekben, akkor nagyon megemelkedett a beérkező betegek száma, de ez most így valahogyan egy varázsütésre elmúlt, szinte hallani a cinegék énekét már, és reméljük, hogy ez ennek nem lesz meg a böjtje úgy, mint tavaly március 15-én a havazással, úgyhogy mi arra tudunk most felkészülni, hogy az embereket készítjük fel. Most rajtam van ez a viselet, vadászoknak öltöztem, a Fehován a fegyverhorgászvadász kiállításon formáljuk a vadászok és a néző közönségnek a szemléletét, hogy a ragadozók, azok ugye a vadászok konkurensei, ugyanazt a zsákmányt ejtik el, amit a vadászok szeretnének, és a róka, a varjak, a ragadozó madarak, azok konkurensek, de nem üldözendők. Hogy ha nem szabad mérgezni, mert nem szabad. Annak milyen veszélyei vannak, ezekről próbálunk ott minél több információt leadni. Vadászok kérték, hogy mondjam el nekik, hogy a méreg nem csak a célállatra, hanem válogatás nélkül minden olyan élőlényre veszélyes. A másik pedig a madáretetés, ami ilyenkor még kell, de vajon márciusban kell-e? Hogyha olyan lesz az idő, akkor igen, tehát jó, hogyha etetünk. Nyáron jó, hogyha itatunk, de hogy mennyit kell etetni, erről érdemes beszélni. Abból, amit most itt töményen hallottunk, hát az első az, hogy mennyire irigylem, hogy nálunk itt mondjuk az Erzsébet téren nem halljuk a cinegék énekét, de hát épp ezért kéne kirándulnunk, vagy akár magát a madárkórházat is meglátogatnunk, de még egy picit térjünk vissza ezekre a mérgezésekre, hogy az ember azt hinné, hogy hát azért amilyen állatból sok van, akkor azt azért valamilyen módon csökkenteni kéne. Mégis mit tehet az egyszerű ember, ha ugye hallottuk, hogy mérgezni nem szabad, jelentse be, ha mondjuk nála túl sok kárt tett egy-egy ragadozó vagy ragadozó madár, illetve mostanában halljuk, hogy védett madarakat is lehet kilőni, hogy ennek mi a háttere, hogy mi is értsük, hogy mikor szabad, mikor nem, és mikor nem védtünk a természet ellen. A mérgezés minden módja tiltott, tehát állatkínzás, méreggel való visszaélés, természetkárosítás, bűncselekmény börtönnel és súlyos pénzbírsággal sújtható, mégis felvállalják. Azért, mert azt hiszik, hogy így lehet valamit megakadályozni, ami valakinek valahol kárt okoz, de nem ez a megoldás. Az, hogy vannak ragadozók, azért vannak, mert van mit enniük, tehát ahol van táplálék, oda gyűlnek. Az egerészőjvek, nevükben is benne van egeret, valójában pockot fogyasztanak a szántóföldeken, amelyel nagy hasznot hajtanak. Az, hogy megfogja a kisnyulat, hát megfogja a kisnyulat. Ha van elég kisnyúl, akkor van miből megfogni. Nem ő fogja kipusztítani. A parlagisas egész télen majdnem hogy nyúlon él. 1 millió forint az eszméértéke, alig van belőle az a 160 pár itt Közép-Európában. Szinte a világállomány jelentős része. Mégse lövöldözik le, senki nem akarja a parlagisas lelőni azért, mert megeszik néhány nyulat. Az egerészőjvből viszont sok van. És miért nem lőhető az egerészőjv? Azért, mert... És miért lőjük? Azért, mert szeretnénk lövöldözni? Igen, a vadászok szeretnének. Tehát ezt meg kell adni, ez egy ősi emberi tevékenység, így alakultunk ki. Igen, amíg arról volt szó, hogy az ember létfenntartását szolgálja, addig
kellett. Most a húsvadászat az egy elítélendő dolog, igazából nem megélhetési szándékból vadásznak, hanem a trófaja miatt, az élmény miatt. Most van ennek egy egyszerűbb és kevésbé vértelem módja, például a fotózás. De hát aki vadászni akar, nem tudjuk ugye átnevelni természetfotóssá. Vadászol olyanokat, amelyek tényleg, amiből tényleg sok van, most már lehet vadászni akár a nyári rudat is. És az egérészővet ezt nem kéne. Tehát nem engedték azért, mert összetéveszthető más védett fajokkal, akár a kerecsensólyommal is, tehát a kevésbé gyakorlott vadászlásban, ugye az utolsó pillanatban nehéz eldönteni, hogy micsoda, ne úgy legyen, hogy lelőjük, aztán majd meglátjuk, hogy mi. Tehát madár, ezek, madár, mondja igen, a közmondás. Igen, tehát hogy esetleg védett madarakat is lehet lőni, hogy hallottuk, azok kormoránokra adtak engedélyt. Igen. Tényleg sok van, tényleg nagy kárt okoz. Az a módszer, hogy kiveszik a tojásait, helyette fa tojást tesznek, hogy ő azt higgye, hogy valami van, ne toljon újat helyette. Nem működik annyira, tehát tényleg valahogy úgy nevezik a vadászoknál, hogy szabályozni kell az állományt, tehát ami tényleg annyira elszaporodott és tényleg nagy kárt tesz, akkor ezt is a természetvédelemnek is, az állatvédőknek, a jó érzésű embereknek is tudomásul kell venni. Hogy lehet ellenőrizni, mert azt hiszem 200 egyedet engedélyeztek? Engedélyeznek máshol többet is, most ez egy hír, hogy ott azon a helyen 200 egyet, máshol meg 2000-et. Tehát tényleg sok van annyi, hogyha most 200 kilőnek semmi baja nem lesz az állami, nem omlik össze a populáció. Inkább arról van szó, hogy olyan egyedeket lehet lelőni, vagy olyan képzett szakemberek vadászhatnak kormorán, aki el tudja különíteni a nagykárókatonát a kiskárókatonától, ami viszont védett, nagyon ritka, majdnem ugyanúgy néz ki, nehogy véletlenül azt lője le valaki. Köszönjük szépen, mert ez egy kicsit megnyugtatóbb így, mintha csak külön halljuk a híreket. Mit tehetünk mi most, ha egyrészt szeretnénk már egy kicsit kirándulni, például a madárkórház ilyenkor már fogad-e turistákat vagy iskolás csoportokat? Nagyon örülünk, hogyha látogatnak minket, főleg iskolák, osztálykirándulások. Nagyon fontos, hogy eljöjjenek hozzánk, hiszen azt a szemléletformálást, amire mi feltettük az életünket, bemutatjuk a madarak gyógyítását, bemutatjuk azokat a veszélyeket, amelyek a természetben fenyegetik őket, és bemutatjuk azokat a lehetőséget, hogy hogyan lehet ezeket a veszélyeket megelőzni, hogy ne kelljen méreghez, ne kelljen lőfegyverhez nyúlni. Nem csak az állomány szabályozás, hanem a madárvédelem, a madáretetés, mikor kell etetni, hogy kell etetni, melyik az a fiók, amelyeket meg kell menteni. Tehát, hogy itt ezen egy pesti zöld területen, akár galambok, akár fekete rigók, ha úgy találja valaki, hogy elhagyta a szüleit, valami oknál fogva meg kell fogni, haza kell vinni, a fekete rigót nem kell, tehát az ő fészekhagyó. Tehát, hogy egy galambot meglátunk itt a szökőkút mellett, hogy láthatóan fiatal, magát ellátni nem tudó galambot, akkor azt bizony haza kell vinni, mert a galamb az betejeleteti, itt a parkban nem tudja megoldani. Kutyasétáltatók ugye veszélyt jelentenek rá. Tehát ezeket mind szeretnénk elmondani az iskolásoknak, és olyan akár rendhagyó környezet ismereti óra keretébe, vagy valami fajta úgynevezett tanműhely, amit mi szeretnénk létrehozni, ahol szemléletet formáljuk, természet és állat szeretetet nevelünk az emberekbe, felelősségtudatot próbálunk bennük kiépíteni, és ez működik. Az a tapasztalat, hogy azok, akik eljönnek hozzánk, ők közülük nagyon sok önkéntes marad ott későbbiek során, évente körülbelül 100 új önkéntesünk érkezik. Nem is tudjuk már őket foglalkoztatni. Azt tervezünk, hogy tábor szervezünk azok részére, akik már nem férnek bele az önkéntes programunkba. Sokkal ez a tábor, mint egy tanműhely, az iskoláknak bizonyos fajta oktatási funkcióját vállalja át. Ezek a terveink. Esetleg, hogy ki is mennek iskolákhoz? Igen, tehát az egyik az, hogy aki eljön hozzánk, mert megteheti, mert közel van, hogy tudjuk, hogy egy osztálykirándulás pénzbe kerül. A több száz kilométeres buszozás már nem biztos, hogy bevállalható egy átlagkeresetű család gyerekének. De hogyha erre igény van, nagyon szívesen elmegyünk az iskolákba. Viszünk madarat, megmutatjuk, kézre ültetjük, simogatható, elmagyarázzuk, hogy miért kell szeretni, miért nem káros, nem kell tőle félni, nem csíp, nem karmol, egy szép, kedves élőlény, és aki egyszer a kézére ültet egy
tegerészőjvet, vagy egy kis kuvikot, az nem fog tőle félni, nem fogja bántani, nem fogja lelövöldözni, és nem fogja megmérgezni. Eljött az az alkalom, hogy föltegyem az önök kérdéseit is, amiket így kaptam e-mailen, illetve telefonon, hogy sokan tartanak otthon madarat, és mi sose beszélünk arról, hogy annak vannak-e veszélyei, vagy van-e egy-két jó tanács, kakadúról, papagájról szólt, vagy például olyan kérdések, hogy mi van, ha valakinek madár allergiája van. Az allergia az immunrendszer egy kóros túlműködése. Ez egyszer csak kialakul, vagy egyik pillanatról a másikra, lehet, hogy született. Valaki mindenre allergiás, de lehet, hogy életében se találkozik azzal az egy dologgal, hogyha éppen szerencséje van, és arra az egyre allergiás. Ez olyan dolog, hogy nagyon sok állatorvoson hallottam, hogy a kutyaszőrre allergiás, és hát a fő foglalkozás a kutyagyógyászat. Saját magam, a családomat annak idején libagyógyászatból tartottam el, és kiputatták, hogy én bizony a libatorra allergiás vagyok. Nem haltam bele, nem is foglalkoztam vele, viszont parlagfűre is allergiás vagyok, és kigyógyítottam magamat belőle parlagfűvel, meg kell enni a parlagfűvet, a virágját abban az időben. Azt mondják, hogy gyógynövény. Igen, amikor virágzik, az ember naponta megeszi a virágot, és utána elmúlt az allergia. Ez a homeopátia kutyaharapás szőrével. Meg kutyaharapással. Tehát ez tényleg működik, tehát aki most azt mondom, hogy nem tudja, hogy mire allergiás, akkor ne féljen tőle, hogy tartson madarat. Nem hallottam még, hogy most bizonyos madárfajra legyen valaki, különösen ezek közül a díszmadarak közül allergiát. Nyugodtan tartson, nincs egyébként olyan madárbetegség, ami miatt az embernek ezt komolyan fontolóra kéne venni. Tehát van olyan, hogy madárinfluenza, persze, de itt nincs. Van olyan, hogy ornitózis, papagáj, akkor klamidofila okozta betegség. Ez tényleg létezik, bizonyos papagájok tényleg terjeszthetik, ott Brazíliába. De ezeket ugye nem direkt hozzák be, karanténban, ilyesmit, igazából komolyan ezzel nem kell foglalkozni. Több örömet okoznak a madarak otthon, a lakásunkban, mint ami veszélyt esetleg jelentenek. Ha mégis valakinek bármilyen kérdése van, akkor minket ugyanúgy, tehát a Kortoványi Madárkörzetet meg lehet keresni, elérhetőségeinken, akár e-mailen, akár Facebookon, akár telefonon, és szívesen válaszolok, szoktam is ilyen kérdésekre válaszolni. Ugyanúgy, ha eltűnik egy papagájnak, kakadónak szánya, lába, megcsináljuk, megműtjük. Ha belgyógyászati vagy másmilyen kezelést igényel, azt is meg tudjuk csinálni. Akár táv kezeléssel, telefonon keresztül, de legjobb, hogyha valaki ezt elhozza. És el kell, hogy mondjuk, hogy egy ilyen áldozatos munkához bizony sok támogatásra is szükség van, hiszen valószínű, hogy egy kórházat fenntartani nem olyan egyszerű, és az összes többi program, amiről mi most itt beszéltünk, nyilván mind-mind pénzt igényel. Hogy lehet ezt megtenni? A mai időkben emelkedtek a kórház rezsidíjai, mivel egyre több madár érkezik, egyre többet kell etetni, egyre többre kell világítani, fűteni, és a takarmányért értemenni, üzemanyagár, dolgozói munkabér, ez az, ami sajnos módon az utóbbi időben majdnem, hogy megingatja a kórház további működését. Sajnos módon odáig jutottunk, hogy elértünk a tartalékaink végéhez. Dolgozóinkat kellett munkanélküli segélyre küldeni. Ott dolgoznak önkéntesként, költségtérítéssel, de ez nem elég ahhoz, hogy megéljenek belőle, gyerekeik vannak. Nagyon sajnálatú, de nincs miből fizetni őket, olyan helyzetbe kerültünk, úgyhogy igenis rászorulunk a támogatásokra. Rászorulunk főleg az 1%-okra, különösen ebben az időben adóbevallás különböző időszakaiban lehetőség van arra, hogy az 1%-át valaki felajánlja egy olyan civil szervezetnek, akinek ő ezt gondolja. Mi szeretnénk, hogyha minket és a madarak gyógyítását támogatnák az 1%-ukkal. Akkor azt hiszem, hogy tiszta szívvel kérjük Önöket, hogy aki teheti, ajánlja fel adója 1%-át ilyen nemes célra. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a támogatásokat.
Az a beavatkozás, akár műtét is, nyilvános, aki akarja, végignézheti. Most hoztak be egy bubos bankát, ugye egy fiatal példány le van gyengülve, és ugye a csőrével van valami, de mindjárt megvizsgáljuk. Jó. Hát itt az van, hogy az egyik oldalon a csőr szarúja az kikopott valamilyen sérülés következményeként. Felső csőrkába is el volt törve, de az úgy látszik, hogy legalábbis egy zöldgajtörés volt, ami rendeződött, és ez lehetett az alsóval is, de valószínű ott az a rész vagy elhalt, vagy meggyengült. Kondícióját megnézzük. Jó, úgyhogy ezt lefertőtlenítjük egy betaridos spálcával. Nem kell gondolkodni, hogy ez most mozog, vagy nem. Ez a csőredet. Stabil, ez nem kell rögzíteni. Úgyhogy kap egy kis vitamint. Igen, hát gyakorlatilag ez egy olyan dolog, hogy ha természetben így marad, akkor majdnem biztos, hogy elpusztul, mert valami beakad a csőre, letörik, nem tud enni, éhen hal. Tehát egy kis hiba is igazából a természetben mind halálos végkimenetelű, akármilyen kis sérülésről van szó. Tehát az a madár, ami sérült, beteg, egyáltalán hagyja magát megfogni, akkor azt meg kell fogni, mert különben nincs esélyünk rajta segíteni, mert később aztán teljesen olyan helyzetbe kerülhet, ahol nem lesz ott a segítség. És lehet, hogy csak egy vitamininjekció múlik. Addig, amíg meggyógyul, akár beheged a sebe, addig legyen olyan biztos helyen, ahol megvan a tápláléka, és nem eszi meg valami ragadozó. Oké, ennyi volt az egész. És ugye betesszük a többi kis madár közé, ahol aztán megfigyelés alatt tartjuk, az a cső, hogyha erősödik, lehet, hogy több heten, vagy akár hónapot is igénybe vesz, amíg ott az a szarú oda-vissza pótlódik, és akkor lehet elengedni.